Tisztelt ház! A mai napon napirend előtti felszólásra jelentkezett Rogán Antal képviselő úr a Fidesz részéről aktuális gazdasági kérdések címmel. Képviselő úr, a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselőtársaim! Másfél esztendővel ezelőtt a Gyurcsány-Bajnai kormányok nagyon nehéz helyzetben hagyták hátra Magyarországot. Költségvetési egyensúlytalanság, negatív gazdasági növekedés, csökkenő lakossági fogyasztás, óriási eladósodottság, különösen magas devizakitettség. Ha minden maradt változatlanul, 2010-ben 7% lett volna a magyar költségvetés hiánya. Ennek kezelésére ráadásul a kormánynak nem maradt eszköze. 2008-2009-ben ugyanis az akkori kormányok nem egyszerűen megállapodást kötöttek a Nemzetközi Valuta Alappal és az Európai Bizottsággal, hanem óriási hitelt vettek fel mindkét szervezettől. A hitel feltételei megkötötték a kormány kezét. Ha akkor minden maradt volna változatlanul, Magyarország számára csak azok a gazdaságpolitikai eszközök maradnak, mint Görögországban, Bulgáriában, Romániában vagy Portugáliában. Csak emlékeztetőül. Romániában 25%-kal csökkentették a közalkalmazottak bérét, és 15%-kal csökkentették a nyugdíjakat. Görögországban 15%-os a bércsökkentés mértéke, és 100%-os a közszférában, Portugáliában pedig 10%-kal emelkedik a forgalmi adó. Tisztelt képviselőtársaim, ha 2010-ben nem változtatunk, nem tudjuk bevonni a közteherviselésbe a bankokat, az energetikai és távközlési cégeket, valamint a kereskedelmi áruházláncokat. És nem tudunk adókedvezményt adni a gyereket nevelő családoknak sem. A Fidesz képviselőcsoportja akkor is támogatta, és ma is helyesnek tartja a kormánynak azt a döntését, amelyel kitágította a gazdaságpolitikai mozgásteret, megvédte a nyugdíjakat és a béreket, adócsökkentéssel megállította a belföldi fogyasztás zuhanását, és kitágította a közterviselésben résztvevők körét a legnagyobb profitot termelő óriás cégekkel is. Tisztelt képviselőtársaim, meggyőződésünk szerint a mindenkori kormánynak kötelessége, hogy mérlegelje a nemzetközi és a hazai gazdasági környezet változásából származó előnyöket és kockázatokat. Az elmúlt hónapokban az európai adósságválság kiújró fejleményei egész Európát ismét kockázatos térséggé tették. A görög, az olasz és a spanyol pánik kihat Magyarországra is. Ebben a helyzetben az elért eredményeket, az újraindított gazdasági növekedést, a javuló foglalkoztatottságot, az adócsökkentés eredményeként stabilizálódott belföldi fogyasztást, valamint a gyerekesek támogatását csak úgy tudjuk megvédeni, ha biztosítást kötünk a legváratlanabb, ma még kiszámíthatatlan európai fejleményekre is. Ehhez van szükség hitelfelvétel helyett egy új megállapodásra a Nemzetközi Valuta Alappal és az Európai Bizottsággal. Az ország pénzügyi függetlenségét, a nemzetközi pénzpiacokra való visszatérés és a gazdaságpolitika eszköztárának kibővítése teremtette meg. Ezt meg kell őrizni. Nem az eddig követett gazdaságpolitika céljait kell megváltoztatni, csak az eszközeit kell kiegészíteni. Ebben, ugyanúgy, mint eddig, a következő hónapokban és években is a kormány teljes egészében bírja a Fidesz képviselőcsoportjának maradéktalan és teljes körű támogatását.